Ha valaki ellátogat a Székely udvarhelyi Székely támadtvárba, akkor igazi darabontokkal találkozhat. Harmadik éve önkéntes fiatalok a nyári turista szezonban eredeti 16. századi ruhákban várják a látogatókat. A 21. századi vörös darabontok péntek esténként megmutatják, hogy hogyan zajlott itt az élet a 16.-17. században. A cél, hogy népszerűsítsék a Csonkavárat és a helyi hagyományokat. Elkészült egyébként a most már csak maradványaiban látható vár első valósághű makettje is. Hamarosan ezt is bemutatják a nagy közönségnek. Székelyudvarhelyi Pálint előtt szolgálatra jelentkezem. Székelyudvarhelyi Pál Hunor szolgálatra jelentkezem. Patkolt, sarú, dolmány, tarsoly, süveg és fegyver. Ilyen volt a székely darabontok felszerelése a 16. században. A katonák védelmi feladatokat láttak el. Darabontok, utána indulj! A díszőrségváltás hagyományának felelevenítésével a Székelyudvarhely központjában álló, szinte elfeledett várra próbálják felhívni a figyelmet. Ebből nagyon hasznunk nem származik, de legalább tudjuk, hogy valamit tettünk a városért, a hagyományainkért, és ez megéri, ezért éri meg nekünk. A műsor lassan igazi turista csalogató látványossággá fejlődik. Az elmúlt két év folyamán körülbelül 1500 turista fordult meg itt a Székelytámadvárban, nekünk már ez is nagy biztatás, és igen pozitívan álltak hozzá, több helyről is, Erdélyből és Magyarországról is meghívásokat kaptunk, hogy ott is bemutassuk ezeket a hagyományokat. A Csonkavár hamarosan eredeti pompájában is látható lesz, igaz, egyelőre csupán kicsiben. Az egyik lelkes darabont ugyanis elkészítette az egykori vár első rekonstruált makettjét, melyet a látogatók is megtekinthetnek majd a Székelytámadvárban. Végül pedig néhány program.